köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát. Április 12-én vasárnap a Kistelki Szent István templomban egy jótékonysági koncertre került sor, melynek célja Patinás Szabó Adrián megsegítése. Adrián fejtől lefelé teljesen lebénult, így kerekesszékre kényszerült. Csumandró Angéla révén Kistelek is jó ideje részt vesz a lány és családja támogatásában. Így a mostani rendezvényen lehetőség volt a megjelenteknek anyagilag is támogatni a rosszról fiatal lányt. A koncerten számos helyi és vendég előadó is fellépett, ezzel is hozzájárulva a koncert magas színvonalához. Most következő felvételünkön ezt a koncertet tekinthetik meg. Ez az.
Thank you.
Forgatagként a szemmel.
kaptam fényt, mitől feltámadtam. Voltam kéz, mert mindenkit átölel, s voltam a kard, mely a jól is közülja. De itt belül a szívra nem volt ki. Küzd fáradhatatlanul, bár érzem, a sors is érkezik. Van, mikor a szív nem tanul. De szeretni kell, és fogni mindenki kezét, még akkor is, ha szívtát szól a szét. Szeretni kell, mert másképp nem lehet. Azt kapod, amit adsz, szeretet. Most pedig hallgassunk meg egy imát. Erről pedig én most egy Krisztina, és Szabolé kísérjük. Thank you.
Következő műsorszámunkban a Kistelgi sportcsarnokban megrendezett Kistelek szentesnői kézilabda mérkőzést tekinthetik meg. Thank you.
következő adásunkat április 17-én pénteken este 6 órától tekinthetik meg, melyben híreink mellett heti Mozaik című magazinműsorunkkal jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délután 10 órától, míg pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!